Ez itt egy inverter, amit látunk. Ugye ennek a feladata az, hogy a napelemek által megtervelt egyenáramot váltóáramra alakítja, így kerül be a hálózatunkba, és ezáltal tudjuk elhasználni ugye a fogyasztóinkon keresztül az általa megtermelt energiát. Hát amit itt látunk kint, ugye nyilván ezek a biztosíték dobozai, ugye a hálózat felől túlfeszlevezető, egy négypólusú kis megszakító és egy főkapcsoló, nyilván ezeknek ugye a védelmi szerepe az inverter előtt, illetve az egyenáramú részről szintén van bent egy DC oldali túlfeszlevezető, és egy-egy, ez fontos, hogy polaritásonként van, egy-egy olvadó biztosíték is benne. Ezek biztosítják az inverter működését és védik meg a túláramtól, vagy például egy villámcsapástól. Ez a külső egység is szükséges ahhoz, hogy a nap energiájával támogassuk például lakásunk melegen tartását, itt pedig már a rendszer belső egységét mutatja a szakember. Egy elektromos fűtőtest, ebbe egy kerámia fűtőszál van, alumínium bordázatra vezeti el a hűt, és fontos volna tudni, hogy nem húvással, tehát hogy nem áramoltatja a levegőt körbe, nincs benne ventilátor, hanem ugyanúgy, mint egy teljesen alapradiátor működik. Digitális termosztát van benne, amelyet akár egy telefonos applikációval is beállíthatunk és ellenőrizhetünk. Nyilván mindenki, aki valamilyen szinten önellátó akar lenni, annak ajánlott, hogy ha teheti, akkor vegyen ugye napelemes rendszert. Hát, hogy kinek ajánlanám, nyilván azoknak, akiknek magas a villanyszámlája, mert minél alacsonyabb, annál több a megtérülési idő is, még így a 80 forintos kilovattárnál is. Hát azt mondom, hogy inkább azoknak, akik valamilyen szinten alternatív fűtésbe szeretnének belefogni, tehát hogy a gázt esetleg leselejteznék és valamilyen elektromos fűtésre váltanának át, vagy esetleg hőszivattyúra, azoknak ez nyilván kedvezőbb lesz évek alatt. Ezek a napelemek az eddigi számítások szerint körülbelül 7-8 év alatt térülnek meg, ha valaki saját zsebből szeretné finanszírozni. A megemelt áramárak miatt viszont ez úgy tűnik lerövidül 4 évre. Tavaly évvégén ráadásul indult egy pályázat, amelynek keretében közel 100 milliárd forint értékű állami támogatásra lehetett pályázni. Már ekkor megnőtt az igény a napelemek iránt, a nemrég bejelentett rezsicsökkentés szigorítások miatt pedig ez a kereslet még tovább erősödött. Az igények száma az nyilván drasztikusan nőtt. Mi például idénre már nem is tudunk munkát vállalni, de hát ez nyilván annak köszönhető, hogy itt az emberek valamilyen szinten pánikromszerűen jönnek és akarnak vásárolni. Valakinek még emiatt sem kell aggódni, hiába történt ekkora nagy áremelés, mert tehát a villanyszámlájuk az elenyésző lesz még így is. Tehát, hogyha valakinek csak a különbözet után kell megfizetni, ez lehet, hogy éves szinten csak ilyen 20-30 ezer forintot fog jelenteni, azért nem feltétlenül kell napelemes rendszerbe belefogni. Nyilván nálunk az igények azok most úgy alakulnak, hogy ilyen heti szinten 20 és 30 megrendelésünk van. Ez nyilván számunkra jó, csak már az a helyzet, hogy már ebben az évben nincs is annyi nap, amennyi munkát fel tudnánk venni. A tavaszi számítások szerint a 3,5 kW feletti rendszerek árát teljes egészében, az ennél kisebbekét pedig nagyon nagy arányban fedezte volna az állami támogatás. Azóta viszont az infláció és a forint gyengülése drasztikusan megemelte számos termék árát. Emiatt néhány százezer forintos önerőre valószínűleg a pályázók többségének szüksége lesz. Információink szerint, aki ezt nem tudja vagy nem akarja vállalni, a támogatói okirat készhezvétele után is visszaléphet és lemondhat a támogatásról.